Mondhatni, gondtalanul sétálnak filmvetítésre a gimnazisták. Az elbeszélő történelem módszerét alkalmazzák a fehérgyarmati Móri Zsigmond művelődési házban bemutatott kisfilmek. A Befelé hull minden könnyen és a Rendszerváltás az almáskertekben című dokumentumfilmek elsősorban a megye fiatalságát célozzák meg, eléjük tárva a kulturális örökségüket. Kik vagyunk? A felmenőink? Honnan jövünk? Hogy éltek az elődeink itt ebben a megyében? Milyen hagyományokat? Milyen kulturális különlegességeket? Milyen egyedi vonásokat örökítettek, hagytak ránk, és mi hogyan kellene, hogy viszonyuljunk ehhez, fedezzük föl ezeknek az értékeit, azokat a nagyon fontos gyökereket, amelyből valamennyien ma élő generációk, a fiataloktól az idősekig táplálkozunk, és amelyben gyökerezünk. A hangsúly a személyességen van. Nem egy egyszerű történelemtudományi korrajzot mutat be. Valódi emberi történeteket ábrázolnak, ahol a történelmi események alakítják, az olykor kifejezetten nem pozitív élettörténéseket. A rendszerváltás nehézségeit bemutató, vagy a Málenki robot témáját feldolgozó kisfilmek a már elmúlt, de létező életközösségekbe engednek bepillantást. Olyan történelmi események villannak föl, amelyek a 20. századhoz kötődnek. A második, az almáskert, a rendszerváltás az almáskertben, bármilyen hihetetlen a mi generációnk számára, ez már tudatosult, hogy történelmi időket éltünk a 80-as évek utolsó éveiben és a 90-es évek elején, a rendszerváltásnak nevezett időszakban, mert valóban, és ezt mi is átéltük, hogy akkor, mikor abban a pillanatban, ott abban a esemény folyamban élünk, fel sem fogjuk igazán, hogy milyen eseményeknek vagyunk a tanúi, és akár valamilyen módon a mi magunk is részesei, szereplői vagyunk ezeknek az eseményeknek. A filmek megtekintése után a diákok feltehették kérdéseiket a film szereplőinek és az alkotóknak.